Novák Erőd, a Jobbik országgyűlési képviselője a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Adjon az Isten, jó reggelt! Tegnap már kiállt országvilág elé a drogteszttel kapcsolatos véleményével, de hát kérem, hogy ezt azért most ismételje meg. Az ember azt hinni, hogy ezt nem gondolják komolyan, de komolyan gondolják a jelek szerint a fideszes képviselők. Valóban meglepő, hiszen azért a fő kérdés az az, hogy ha már egy kisiskolás meg tudja találni a drogterjesztőket és hozzá tud jutni a droghoz, akkor miért nem tudja ugyanezeket a drogterjesztőket megtalálni a rendőrség? Szerintünk nem a végfogyasztót kellene büntetni, hanem fel kellene kutatni, és komolyan, radikálisan meg kellene büntetni azokat a terjesztőket, akik egyébként egy valóban létező problémát gerjesztenek. Tehát nem akarjuk itt a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát, valóban létezik az iskolások körében a drogfogyasztás, és ezzel valóban foglalkozni kell, de nem úgy, hogy potenciális bűnözőnek tekintjük, általánosítva tulajdonképpen több százezer iskolást. Jó, hogy új lenyomatot nem vesznek már tőlük, meg vénaszkenner nem alkalmaznak most már az iskolába történő belépéseknél. Hát lehet, hogy jó üzlet lenne, most nem akarok ötleteket adni azért itt Kubatov Gáboréknak, meg hogy kikről vezessenek még itt listákat. Mindenesetre ez az általánosítás elfogadhatatlan. Egyébként nem is éri el a célját, hiszen ez vagy kijátszható, hogyha ezt mondjuk diszkréten egy mellékhelyiségben teheti meg mondjuk ezt a mintaadást, akkor nyilván egy becsempészet másik mintát áttölthet, megoldhatja ezt. Van annyira rafkós, azt gondolom, aki már mondjuk ilyen szerekhez nyúl, hogy ezt megoldja. Ha pedig olyan szigorú ez, hogy mondjuk rendőri felügyelet mellett kell egy tini lánynak vizeletmintát adnia, akkor ez tényleg komoly lelki sérülést okozhat. Igen, pszichológusok megszólaltak és mondták, hogy azért ez nem kerekez a történet az ő szempontjukból, a szakmájuk szempontjából sem. Azért volt meglepő, hogy ez a mondandója ebben a témakörben, mert a Jobbik általában a zéró toleranciát hirdeti, és a kőkemény fellépés mindenfajta kábítószeres ügyben. Igen. És hát nem csak a terjesztők, hanem a fogyasztók felé is. Nem, elsősorban mi a megelőzést szeretnénk, most a költségvetéshez is benyújtottunk egy olyan módosító javaslatot, ami a 2010-es 960 millió forintos összegre emelni a jelenleg csak 350 millió forintra előirányzott drogprevenciós éves kiadást, hiszen különösen itt a különböző modern designer drogok kutatására, felkutatására, minősítésére és más drogprevenciós eljárásokra nagyobb összegeket kellene fordítani. Itt lehetne például megelőzni a bajt, tehát mi szeretnénk valóban a ilyen értelme egyébként a drogosok problémáin is, az persze maga a drogozás, nem az, hogy nincs megfelelő steril tűjük, tehát mi azért máshogy képzeljük el ezt, mint az LMP, és semmiképp sem szeretném azt a relativizálást, amit megtett itt Schiffer András, hogy neki már az alkoholfogyasztás jut eszébe, a marihuanás cigarettáról szinte már egyként kezeli, viszont mi igenis zéró toleranciát hirdetünk, elsősorban a terjesztőkkel kapcsolatban. De az alkoholfogyasztással szemben akkor miért nem? 800 ezer alkoholbeteg van Magyarországon, hihetetlen szám. Így van, és foglalkozunk is olyannyira, hogy mi voltunk az egyedüli párt talán az elmúlt 24 évben, amelyik felvetette, hogy a parlamenti alkoholizálást be kell tiltani. Elsőként vetettük fel, és sajnos egyetlen más párt sem csatlakozott. Miután Kövér László lesöpörte az erre vonatkozó javaslatunkat a házbizottságban, egy éve levelet írtunk az összes frakcióvezetőnek, épp Schiffer Andrásnak panaszkodtam, hogy ők sem válaszoltak. Egyetlen egy frakció sem válaszolt arra az utólagos kérésünkre, hogy ha már Kövér László ezt a tiltásra vonatkozó kérésünket le is söpörte a házbizottságban, akkor legalább a frakciók önkorlátozásra. És megkérdezem, sokan isznak a parlamentben, munkaidőben? Igen, én azt gondolom, hogy ez rendszeres gyakorlattá vált, ezért várnánk el, hogy a Jobbikhoz hasonló önkorlátozással élve a frakció. Mert a Jobbikosok nem? Mi nem, mi ezt kimondtuk frakciülésen egyfajta határozattal. Egy kicsit furcsa, hogy erről határozni kell, de sajnos ez talán egyedüli munkahely. Se fröccs, se sör? Hát igen, ezeket lehet kapni a büfében. Facebook oldalamon közé is tettem itt az árlistát. Bár egy kisebb szabálytalanságot elkövettem, ugyanis a büfében fényképezni nem lehet. Ez a dokumentálás tehát szabálytalan volt. Az árlista szigorúan titkos. Hát ugye általában semmit sem lehet. Azt sem lehet dokumentálni, hogy ki iszik ott alkoholt. De mégis azt azért kijelenthetjük, hogy amióta mondjuk Szanyi Tibor vagy Páfi István távozott ebből az előző ciklus után az országgyülésből, szerintem egy ilyen rendelkezés most könnyebben. Hát én csak azt mondom, nem. Én azt mondom, hogy amióta ők távoztak, könnyebben átvihető. Páfi István már perel engem 1 millió forintra, mert az egyik eléggé kétes megnyilatkozása után közé tettem szintén ugye azt a videót, ami hát erősen olyan gyanút keltett sokakban, hogy alkoholos befolyásra. Na látja, erre lenne jó az alkoholteszt. Nem lenne mi vitatkozni. Nézze, igen vagy nem? Drogteszt is indokolt szerintem a politikusok esetében. Különösen a luxusutakról hazaérkező, amik mostanában azért nagy vihart keltenek, a luxusutakról hazaérkező politikusok. Hát attól meg Kossuth és Rolling Stones koncerten volt, még nem biztos, hogy azért látunk itt más keleti utakat is, sőt, hát nem kell olyan nagyon keletre menni, nyugatra is nézhetünk. Szombathely előző ciklusbeli fideszes alpolgármesterét ugye videó bizonyította, ugye, hogy kokainozáson érték, hát még kimondani is nehezen
tudom, távol áll tőlem ez a világ. Minden esetre az alkoholizálást én azért tartanám fontosnak, mert hogyha mondjuk egy gépkocsit nem lehet vezetni alkoholos befolyásoltság alatt, akkor hogyan lehet egy országot vezetni? És rendszeres igenis az, láthatjuk a parlamenti büfében, vegyék fel egyszer egy rejtett kamerával, ha nem tiltja ki önöket Kövér László, vagy ha bemerik ezt vállalni, én a fényképezésig tudtam eljutni, de tegnap is egy csoportot vezettem, megmutattam 40 embernek, hogy igen, ott fröccsöznek, ott söröznek, ülések alatt, szavazások előtt. Az ember sokáig hallgatja önt, akkor megértő, miért tartunk ott, ahol tartunk. Na, most akkor ebből lépjünk vissza egy picit az előző témához. Azt mondja, hogy a prevenció nagyon fontos, de önök mégis örültek annak, amikor a 8. kerületben a kék pontot bezárták, ami kifejezetten prevenciós volt, a tűcsere program lényegét jelentette. Kifejezetten azt nem hívnám drogprevenciónak, tehát az arra, amire mi a 2010-es... Tehát, hogy de hát ha már valaki drogos, hogy ne halljon bele és ne terjesszen újabb és újabb áldozatoknak betegségeket, ez egyfajta prevenció? Ha azt mondjuk, hogy ha már valaki drogos, és már tovább is lépünk, mi nem lépünk tovább. Ha már valaki drogos, akkor próbáljuk meggyógyítani. Ez egy betegség, mi ebből ki szeretnénk segíteni. Na de az egy folyamat. Tehát először is azt kéne biztosítani számára, hogy ne halljon bele. Hogy kapu drogokat legalizálunk, ahogy Schiffer András már itt a marihuanás cigarettát egy szinten említi az alkoholfogyasztással, utána pedig szinte legalizáljuk, hozzásegítjük a úgymond a steril használathoz, a kényelmes használathoz, majd olyan szobákat is biztosítunk, ahol szépen be is lőhetik magukat, mert talán részben erről is szólt már ez a kék pont. Hát de másképp hogyan lehet egy embert kezelni? Hogyan lehet kézbe venni az ő ügyét nélkül a drogot? El kell venni tőlük a drogot. Másikra? Hát megvan az elvonulkodának a szakmai része, de nem az, hogy nekik szereket adunk, hát ez lesz a következő tulajdonképpen. Ez elfogadhatatlan. Egyébként megvan a drogprevenciónak a szakmai útja, mi azt mondjuk, hogy bízzuk a szakértőkre, de ezek nem a különböző liberális droglegalizálós szervezetek, hanem azok a drogprevenciót folytató szervek, amelyek igenis jogosultak legalább a 2010-es 960 millió forintra, szemben a jövő évre előirányzott 350 millió. Ezt értem, és ebben igazán is van, hát nyilván ez a pénz semmire nem elég. Milyen célja a kormányzatnak valójában? Főként akkor, hogyha milliárdokat költenének a tizenévesek iskolai tesztelésére. A másik érdekes kérdés, hogy hát önök egy partnerükön keresztül szintén lehet, hogy érintettek egy kábítószeres ügyben. Ugye a Nemzeti Őrsereg kapitányát vádolja a rendőrség azzal, hogy belekeveredett egy ilyen ügybe. Hát én nem ismerem személyesen a Nemzeti Őrseregnek, nem is tudom mióta kapitányát, de engem is meglepett ez a hír, és remélem, hogy példamutató gyorsasággal fog intézkedni a rendőrség, a bíróság, és le kell vonni a konzekvenciát ez a Nemzeti Őrsereg is, ami egyébként főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létező. De ott ezeknek partnerem a helyi Jobbiknak. Több közös megemlékezést szerveztünk, valóban ennyi, de hát a Jobbiknak nem tagja ez a személy, aki ellen most talán eljárás indult. Induljon is eljárás természetesen. Még ha hozzá is teszem, hogy alapvetően a terjesztőket kellene a végfogyasztók helyett elsődlegesen megtalálni, de mi nem tudjuk elfogadni azt sem, ha valaki a fogyasztást szeretné legalizálni, vagy akár gerjeszteni és hozzásegíteni. Úgymond biztonságos, büntethetetlen, steril, kényelmes fogyasztásra. Hát azt gondolom, hogy ez nem a kényelmes fogyasztásról, hanem egyfajta betegség megelőzésről, az állapot rosszabbodásának megakadályozásáról szól. De egyetértünk, hogy ezen változtatni kell. Most akkor így ennyit. Volt egy balhéja megint a parlamentben egy felszólalása kapcsán. Kinek? Hát önnek. Nekem? Azt hát hogy ne? December 2-án. Szanyi Tibor nem is tagja a magyar parlamentnek. Az európainak. Hát az most nem témánk itt nekünk. Alkoholizálásról volt az ő szó. Volt néhány olyan felszólalása, ami szondáért kiáltott. Szerintem az alkoholizálásnál még egy fokkal súlyosabb kérdés. Mi volt? Hát az emberben az merül fel, hogy antiszemita ön. Miért merül fel? Vagy az merül fel, hogy szimpatizál-e valamiféle nemzeti szocialista eszmével. Mindig itt tartunk az ATV-ben. Nem, hát ott tartunk, hogy holokauszt iparozott, és nem csak az ATV háborodott fel, hanem azt gondolom, hogy rengeteg jószándékú polgár is, és a képviselőtársai is a parlamentben. Azt tudja, hogy már Imre Kertész is a holokauszt ipart kifejezést helyén valónak találta? Imre Kertész? Ő kicsoda? Ő maga kérte, hogy ne bélyegezzék őt magyarnak. Nem tudom, lemaradt egy 2009-es a Divelt online kiadásának adott interjújában. Jól emlékszem, azt mondta, hogy nem büszke rá, hogy magyar, nem sokat nem durvább kifejezéseket is mondott, így is fogalmazott. De ettől még a Kertész Imre Nobel-díjas magyar író. Ne bélyegezzék őt magyarnak, ő kérte, tartsuk tiszteletben az ő kérését, de lépjünk tovább rajta, Imre akkor hívhatja Kertész Imrének is, hogy neki jobban tetszik. Igen, nekem jobban tetszik. A lényeg az, hogy ő is helyén valónak találta, hogy sajnos működik egy olyan, amit holokauszt iparnak lehet nevezni, ő is ennek nevezte. Akkor miért ne nevezhetnénk? Egyébként ugye az országgyűlés elé került. Egy olyan törvényjavaslat. Mitől ipar a holokauszt? A holokauszt maga iparszerűen működött. Emberek írtása iparszerűen működött. Nem, de nem erre gondolatot tartok. Nem, arra gondolok, ami most napirendre került az országgyűlésben. Ez pedig az, hogy nem elég, hogy a
az 1947-es Párizsi békeszerződésből eredő jóvátétel címén évről évre még mindig, mint egy bűnös nemzetként milliárdokat kell fizetnünk kártérítés címén, de két év alatt 44%-kal, egyrészt emelkedett is az elmúlt két évben ez az összeg, 44%-kal, miközben például a családtámogatások még csak nem is infláció követően. Tehát ez két különböző dolog, ezt azért nem kéne összemosni. Az egyik egy nemzetközi szerződésből következik, a másik a magyar kormányon számon kérhető. Először is nem összemosásról van szó, hanem költségvetési vitáról, ahol igen, beszélünk arról, hogy mondjuk miért nem infláció követő a családtámogatásnak a különböző részei, miközben a nyugdíjrendszer például az. És nem, hogy nem infláció követő, 1-2%-os növekedés nem látunk mondjuk a családtámogatások terén, hanem 44%-os, azért hadd mondjam ezt, ne legyen szíves, engedje meg, 44%-kal növekedik, ez az egyik problémánk, amit eltúzottnak érzünk. A másik probléma, hogy volt 2006-ban egy lezárása ennek az ügynek, hogy aki addig igényelte, több évtizeddel, sok évtizeddel, a holokauszt után igényelte ezt a kártérítést, az megkapta. Most pedig tudja, mit csináltak? Ezt a törvényt újra nyitották, a lezárt határidőt újra nyitva, ismét be lehet jelentkezni, tehát aki eddig még nem mondta magáról, de úgy tűnik, hogy esetleg kifizetődő, hogy most mégis előálljon, hogy ő eddig még nem mondta magáról, de mégis ki szeretné ezt jelenteni, hogy holokauszt túlélő, akkor most ismét igényelhet támogatást. És ez azért elfogadhatatlan, mert korábban úgy csöpörték le, például a kommunizmus áldozatainak jóvátételi támogatása, hogy ezt a mondatot hadd fejezem, csak ezt muszáj közbeszólnom. Jó, ezt az egyet, jó, most jön a java. Rendben, igen. Úgy csöpörték le a kommunizmus áldozatainak jóvátételét célzó javaslatokat, hogy a Nemzeti Együttműködés kormánya több új jóvátételi formát már nem szeretne és lezárja a kárpótlásokat, az eddig megítélteket szeretné csak kifizetni. Ezzel lezárták, most pedig mégis újra nyitják a 2006 májusában már lezárt határidőt, tehát ismét lehet jelentkezni, és ezt nevezzük egy kicsit már iparágnak, hogy olyanok is bejelentkeznek. Hányan élnek még? Nem tudom a pontos számot, a milliárdokat látom. Gondolja, hány emberről beszél? Egyre többről úgy tűnik. Egyre több holokausztról élő van? Hát nézze, azt mondják, 70 évvel a holokauszt után. Úgy tűnik, a költségvetés ezt mutatja, hiszen 44%-kal nőtt két év alatt az erre fordított kiadások száma. Elvileg azt mondják, hogy kevesen élték túl, ehhez képest egyre többen vannak, még most is bejelentkezhetnek újabbak és újabbak. Ráadásul tudja ki hívja tudja, magát? Mit éltek ők túl? Tudja, mit éltek ők túl? Pontosan erre válaszolok a kérdésére, hogy azok hívják magukat ma már részben, és most azokról beszélek, nem azokat kifogásolom, akik esetleg tényleg annak hívhatják magukat, de megkockáztatom, hogy ennek egy nagyon döntő hányada, nem mondom, hogy a többsége, mert látni kéne a számokat, és sajnos nem látjuk, hiszen a holokauszt közalapítvány kezeli ezeket a pénzeket, de olyanok hívják ma már magukat, úgymond holokauszt túlélőnek, akit szerencsére mondjuk akár nem is zaklattak abban az időben, pláne nem hurcoltak el, de ők úgymond zsidóként akkor éltek, és a túlélték, mert hát nem történt velük semmi, ők ezért holokauszt túlélők. Ezért miért járnak itt kártérítés? Tudja. Ezért miért? Tudja, ezek az emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők túlélték, és tényleg túlélték, azoknak az embereknek valószínűleg mindenkiük, vagy nagyon sok mindenki a családjukból odaveszett a holokauszban. Most azért, hogy családtagok odavesztek, azért, akkor azért azt gondolom, hogy a Mohácsi vész után is sok minden, akár közelebbi trauma miatt is járhatnak át. Ön így gondolja? Én úgy gondolom, hogy ha kettős mércével nem akarunk mérni, akkor nem helyes az, hogy ebből tényleg egy iparágat űzzünk, a bűnös nemzet sztereotípiáját a felnövekvő generációkkal is. A Mohácsi vészügyében nem tudok megnyilvánulni, a Cselepatak a bűnös, azt tudjuk. Köszönöm, a kommunizmus áldozatai talán egy közelebbi párhuzam lett volna. Az egy másik történet. Is lesöpörték. Az egy másik történet. Egyik a másikat nem oltja nem meg, és nem oltja ki. Hát, de úgy tűnik, hogy az egyikre van pénz, akár két év alatt 44%-kal emelkedő mértékben is, a másik viszont egy fillércsi. Kérdezze meg, hogy a másikra miért nincs, ne kérdezze meg, hogy az pontosan egyikre miért van. Meg, csak ön sem ezt kérdezte most meg, hogy aznap, amikor ez ön szerint botrány volt, akkor miért kifogásoltam azt, hogy a Rákosi korszakban kényszermunkára elhurcoltak, nem hogy kártérítést, a munkadíjukat nem kapták meg. Évtizedek elteltével sem, miközben közülük már de akkor nem az a kérdés, de akkor nem lehet az a kérdés, hogy miért kapnak azok, akik lelkileg, testileg mindenhogyan sérültek a holokauszban, de túlélték. És miért nem kapnak azok, akik? Akkor nem az a kérdés, hogy miért kapnak, hanem akkor az a kérdés, hogy miért nem kapnak a kommunizmus áldozatainak hozzátartozói. Ezt a kérdést tettem föl. De ezt nem lehet megkérdezni a holokauszt kapcsán. A kettős mérce szerintem egy érvelési technika, hogyha erre rávilágítok, és szerintem ez egy helyes eszköz, mert így lehet viszonyítva. A költségvetésben is viszonyítunk korábbi évek kiadásához, van egy N-2-es szabály, ugye, hogy a korábbi évekhez is viszonyítunk, így lehet. Képviselő, tudom, hogy ezt nehéz megérteni, de emberekről beszélünk, nem a költségvetésről. Nagyon nehéz kérdés, de akkor is emberekről beszélünk, amikor mondjuk családtámogatásokról, megszületett vagy meg nem született életekről. Ez beszélünk. Így van, de az megint egy másik, hogy köszönöm, hogy eljött hozzá. Remélem egyszer erre ezekről is beszélhetünk, mert nagyon fontos. Hazánk legsúlyosabb problémája a népességfogyás.